percegetve. Azt láthatjuk, hogy Juhár Tamás és Kovács Zoltán az, aki mind a 810 percen játszott eddig, tehát beleértve a kupa találkozókat és a szuperkupát, és valamint a bajnoki mérkőzéseket. Tamás egy picit hiányzott, őt lecserélték egyszer, de gyakorlatilag ők azok, akik húzó emberek. Ismét élőkép és a szokásoknak megfelelően új perc. Szabó Zsolt dirigálja majd a mérkőzést, Kispál majd át. Rengeteg érdekes szakmai kérdés, hogyan, mint, kit, hogy pótol majd, ki, hogy illeszkedik be, aki talán nem játszott még. Az újpestiek tűzijátékkal és szalagokkal, a játékosok pedig egyelőre behúzódnak középre, mindentől minél messzebb kerüljenek és távolabb kerüljenek. A játékvezető is egyelőre úgy dönt, hogy nem folytatódik a második félidő, a pályát is meg kell tisztítani. Nulla-nulla tehát, mint az elemzésből is hallottuk, láttuk is, Vlaszák egy picit félve foglalja el a helyét, a kapu, hogy talán a rangadóhoz képest kevesebben vannak kint, mint ahogy illene, de hát az igazsághoz az is hozzátartozik, ha ilyen képeket látunk, akkor meg lehet érteni, hogyha valaki inkább a televízió biztonságát választja a mérkőzésre.